érzékelem néha a nemtelen támadásokat és a suttogó propagandát is. Én nem akarok háborút. Békét, rendet, nyugalmat szeretnék az élet minden területén. Egész Hajdúböszörménynek is a képviselője vagyok, úgyhogy itt pártoktól függetlenül teljesen nincsen abba, arra lehet, és nincs is értelme annak, hogy most itt jobb és baloldal alapján megkülönböztessük az embereket. Tehát én minden korrekt együttműködésre, hangsúlyozom, korrekt együttműködésre nyitott vagyok. Milyen ellenzéki szerepe készülnek most a testületben? Ugye meglehetősen hosszú idő után került ellenzékbe, Hajdúböszörménybe a Fidesz. Természetszerűleg a városért mindenkinek nagyon fontos, hogy együtt dolgozzon. Hogyha olyan jellegű a megközelítés, és tényleg a város érdekét szolgálja bármilyen előterjesztés, akkor természetszerűleg támogatjuk. Azt minek tudja be, hogy most egy ilyen felállás állt elő a képviselőtestületben? Választópolgárok döntöttek, nagyon sok összetevője van, nem kívánom elemezni. Alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. Hajdúböszörmény fejlődésének előmozdítása érdekében. Hajdúböszörmény fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Akkor, amikor legutóbb a Debrecenben podcastban szerepelt, akkor még nem lehetett tudni azt, hogy pontosan kivel sikerül megállapodni. Mi eredményezte azt, hogy végül a Mi Hazánk mozgalommal sikerült megállapodni, és alpolgármesteri pozíció is lett belőle? Ő volt a nyitott arra, hogy együtt dolgozzon velünk, és úgy éreztük, hogy a város politikai ügyekben jól fogunk tudni együtt dolgozni. Igazából én teljesen azt hiszem, hogy az országos politikának itt nem kellene nagyon belopakodni a város életébe. A polgármesterünk az volt már Mi Hazánkos polgármester, de kisebb településen tudomásom szerint. Úgyhogy nincs róla tudomásom, hogy nagyobb lakosságszámú településen lett volna a polgármester Mi Hazánkos színekben. Ön milyen feltételeket támasztott azért cserébe, hogy biztosítja a többséget a böszörményi harmadik oldal számára a város vezetéshez, és egészen pontosan milyen szerepfelfogásra készül a polgármesterként? Gördülékenyen elősegíteni a városvezetést, esetleg egy belső kontrollt biztosítani, mik a szándékai? Egyértelmű, hogy a legfontosabb az, hogy a város működjön, és a város érdekében hozzunk döntéseket. Én úgy gondolom, hogy mindenben kompromisszumképes vagyok, ami ezt a célt szolgálja. Azért választottuk őt alpolgármesterünknek, mert vállalta ezt a közös együttmunkálkodást úgy, hogy közben nem adja föl a Mi Hazánk mozgalomban betöltött szerepét, és mi pedig nem fogunk úgy dönteni, hogy a Mi Hazánk érdekeit képviseljük. Szóval vele sikerült megállapodnunk. Volt valamilyen külön feltétele ehhez a megállapodáshoz? Nem volt. Igazából megbeszéltük az alpolgármesterséget. Talán nem is bánom, ha van egy kontroll a rendszerben. Meglátjuk, hogy működik. Én nagyon bízom benne, hogy jól. A Böszörményi harmadik oldal egy Facebook bejegyzésben arról írt, hogy az ügyek döntő többségében ugyanazt gondolják. Van-e valami, amit ki tudna emelni, amiben szeretne előmozdulást elérni a következő 5 évben Hajdúböszörményben, ami kifejezetten fontos az ön számára? Hát ha mondjuk két dolgot kiemelhetek, a két legfontosabb dolog. Az egyik az, hogy sokkal átláthatóbb, tehát még a korrupciónak a gyanúja is elkerülje a testületet. Ez egy nagyon fontos, mert sajnos konkrétan nem megnevezem melyik ciklusban, de azért voltak ilyen problémás dolgok, amik felmerültek ebbe a tekintetbe az előző időszakokban, vagy ciklusokban. A második fontos dolog pedig, amit kiemelnék még az, hogy sokkal nagyobb kontakt legyen a lakosság és a városvezetés között, mert ez is az előző ciklusokban azt gondolom, hogy nem volt annyira magas színvonalon képviselve az, hogy egy lakos az érdekét érvényesíthesse a testületen keresztül. Abban reménykedem, hogy a városunkban felálló képviselő testület képes lesz az együtt gondolkodásra olyan ügyekben, amely mindenkit érint.